Szombaton egyedi zenetörténeti előadásra várják a látogatókat a gyulai Almási kastélyban. Pretorius, Vivaldi, Mozart, Erkel és Sosztakovics zeneműveit, Gyalognéveres Katalin és Kovácsné Kerekes dalma, a történeti narrációt pedig az esemény szervezője, Szappanos Gábor történész adja elő. A szombati program a gyulai Almási kastély látogatóközpontban 11 órától egy zenetörténeti tárlatvezetés lesz, ami nagyon rendhagyó lesz, hiszen a reneszánsztól a klasszikán keresztül egészen a 20. századig Sosztakovicsig bezárólag fognak hegedű művész tanárnők zenélni, játszani, és ez pedig érdekességekkel lesz kiegészítve a zenetörténet vonatkozásában. Természetesen, hogyha van neki gyulai vonatkozása a kastélyra, akkor azok lesznek előtérbe helyezve. Az esemény a múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódik. E programsorozat keretében Gyula összes kiállítóhelyén rendeztek programokat szeptember végétől kezdődően. Törekedtünk arra, hogy az országos időpontot minél inkább kitöltsük, tehát ne egy hétvégére fókuszáljuk a gyulai eseményeket, hanem lehetőség szerint valóban a szeptember végi és november elejé időszakot minél inkább felöleljük. Azt gondolom, hogy ez sikerült is, hiszen összesen 21 napon tartottunk eseményeket, ezek száma meghaladta egyébként a 60-at is, és a kollégáimtól kapott visszajelzések arról szólnak, hogy igen, nagy népszerűségnek és nagy látogatottságnak örventek ezek az események. A gyulai kastély tulajdonosai mindig is kedvelték a zeneszót. Harrukken Ferenc egy alkalommal még össze is nyitatta a termek ajtóit, hogy jobban hallja a muzsikát. Ezen a délelőttön azonban nem ugyanaz szól majd mindenhol. Az Almási kastély egyes termeiben különböző hangszerek csendülnek fel különböző korokból, hogy az elhangzó zenetörténeti előadást kísérjék.